Jó reggelt kívánok azoknak, akik most csatlakoznak hozzánk, ez már a Start Plus kerekasztal beszélgetés szervez a broker botrányok kapcsán az átlátszó.hu. Becker András újságíró a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt! És olyan kérdéseket fognak feltenni és megválaszolni holnap ezen a kerekasztal beszélgetésen, mint hogy például, és ez biztos sokakat érdekel, hová tűnt a töménytelen mennyiségű pénz, mi köze a politikának a botrányhoz, és igazságos-e az ügyfelek kártalanítása? Vegyük ezeket végig. Hová tűnhetett ez a sok pénz önök szerint, hiszen sok oknyomozó munkát tettek ebbe a témába már? Hát ezzel kapcsolatban inkább csak sejtéseink vannak, illetve további kérdések vannak. Az egész ügyre amúgy is jellemző, hogy mikor kiderül valami, tehát van egy újabb információ, akkor nem beljebb vagyunk a megoldás felé, hanem újabb és újabb kérdések keletkeznek. Tehát összeadtuk például a Questor cégek kötelezettségeit, ugye a 2013-as lezárt üzleti évvel kapcsolatban lehet tudni már, hogy milyen gazdasági események, illetve milyen eredmények voltak, és ebből az derül ki, hogy 2013 végére már 250 milliárd forint körüli kötelezettség állománya volt ennek a cégnek. Tehát már akkor ugye ennyi adósság állt fönn. Ezzel szemben volt valami megközelítve hasonló összegű eszköz, tehát feltételezhető volt, hogy azért itt még nem dől össze minden egy pillanat alatt. És ugye ehhez jött még az a bizonyos 220 milliárd forint, ami ugye 70 milliárdos MNB által engedélyezett kötvénykibocsátás, illetve a 150 milliárd forintos úgynevezett fiktív kötvénykibocsátás. Ez az igazi kérdés itt az, hogy az MNB hogyan engedélyezhette ezt az újabb kibocsátást, amikor látszott, hogy fedezet erre már nincsen? Hát igen, ez egy kérdés. Felteszem, az MNB ki fogja vizsgálni magát, mint ahogy a NAV is kivizsgálta magát, és mindent rendben fog találni. 2013-ban volt felügyeleti eljárás a Questornál, és mindent rendben talált az akkori PSZÁV, tehát formálisan nem volt semmi akadálya a kötvénykibocsátásnak. Önök viszont nagyon sok pontot azonosítottak már az átlátszó.hu-n olvasható cikkekben, ezt le is vezetik szépen, ami nincsen rendben, annak alapján sem, amit látni lehet, bár a ködösítés az zajlik, azt hiszem valami ilyesmi címet is adtak a cikknek, ugye, hogy ködgép, ami működik ebben az ügyben. Az egyik izgalmas kérdéscsoport az a külügyminisztériumhoz tartozó pénzek kezelése. Mi az, amit erről tudni lehet, és mi az, amit nem, pedig önök próbálták kikérni közérdeti adatigényléssel? Hát a külügy két nagyobb értékpapír csomagot tartott a Questornál. Egyrészt volt egy 18 milliárd forintnyi forgalomképtelen részvény, ami az Exim Bank tőkeemelésére volt. Pontosabban ennek az úgynevezett technikai számláját vezette a Questor. Ez egy kérdés, hogy miért a Questor vezette. Erre a kükün válasz az, hogy ő volt az egyetlen szolgáltató, aki ezt ingyen vállalta. Ebből ugye újabb kérdések adódnak, tehát egy piaci szervezet miért vállal ingyen bármilyen tevékenységet egy állami intézménynek, de ez mondjuk egy alkérdés. Emellett volt a Nemzeti Kereskedőház ZRT-nek 3,5 milliárd forintnyi állampapírja. Amiben az is az érdekes, hogy ezt aztán készpénzben kapták meg, amikor hozzá akartak. Igen, tehát ugye ez úgy van, hogy ha nekem van egy értékpapír szemlem, megbízást adok az adott cégnek, hogy vásároljon nekem X papírt X összegért, arról én kapok egy egyedi azonosítót, hogy ilyen és ilyen számú kötvényt, állampapírt, részvényt vettek nekem. Amikor én felszámolom ezt a számlát, akkor nekem ezt kell megkapnom. Ehhez képest érdekes módon a Questor készpénzbe fizette ki ezeket az állampapírokat. Ugye ez az, amivel kapcsolatban a külügy azt mondja, hogy ők is át voltak verve. Ők azt gondolták, hogy állampapírt vettek a pénzükből. Hát nagyon érdekes ez a kormányzati kommunikáció. Ugye a 444 derítette ki azt, hogy március 5-én, amikor explicitté vált a Questor csődje, akkor még Magyar Levente külügyi szakállamtitkár befektetőket gardírozott a Csepeli-szigeten található Duna City projektnél, ami ugye egy Questor, egy ugyancsak döglött Questor befektetés volt. Tehát egyfelől ugye a külügy azt mondja, hogy ő egy áldozat, másfelől még láthatólag aktív szereplő a történetben.
Önök megpróbáltak hozzájutni a külügyhöz tartozó értékpapírszámlák forgalmához is, hogy látszódjon, hogy mi történt ott valójában, és ezt nem kapták meg. Ez mennyire elfogadható önök szerint? Hogy lehet jogilag tovább lépni? Hát ebben az ügyben jogilag nem lehet tovább lépni, mivel a külügy az adatgazda, ő azt mondja, hogy nincs ilyen adat, akkor ezt tudomásul kell vennünk. Nyilván vannak állami szervezetek, akiknek dolga lenne. De ez hogy lehet, hogy nincs olyan adat? Hát a saját számlájuk akkor. Nekik, ha nekik nincs adatuk a saját számlájukon történő mozgáson, akkor kinek van? Hát talán a Questornak. Na, de ez hihető? Hát nehezen, de hát ha ez az állítás, akkor nem nagyon tudjuk ezt mivel cáfolni. Vicces önmagában, hogy egy állami szervezet azt mondja, hogy 18 milliárd forintnyi értékpapírt kezelt valahogy egy cég, de ezzel kapcsolatban neki nincs konkrét elszámolása. Feltették azt a kérdést is a holnapi kerekasztal témái közé, hogy igazságos-e a kártalanítás. Önnek mi a válasza? Hát szerintem, bocsánat, szerintem most már elég konszenzuális az a vélemény, hogy kirívóan, aránytalan és igazságtalan ez a 30 millió forintos kártalanítás. És itt megint az állam szerepéhez jutunk, hogy hogyan jutottunk el odáig, hogy az állam, akinek tulajdonképpen semmi köze ehhez a történethez, hogy én vásároltam-e Questor kötvényt vagy sem, az állam miért fedezi az én szerencsejátékomat azzal, hogy 30 millió forint erejéig a buktámat fizeti? Azt mondta erre Burány Sándor, a szocialista képviselő ma reggel, akitől ezt megkérdeztem, ők is megszavazták ugye a Questor kártalanítást, hogy azért, mert itt nem arról van szó, hogy valaki egy kockázatos befektetésbe tette a pénzét, és utána az rosszabbul fialt, mint arra számított, és ezt vállalni kell, ezt a felelősséget, és ezt a következményt, hanem hát arra nem számíthattak az emberek, hogy Magyarországon annyira botrányosan működik a felügyeleti rendszer, hogy itt meg fogják őket effektíven lopni. Én szerintem ez egy hamis érv. Tehát ez akkor állna meg, hogyha ezt az állítást, tudnélik, hogy a bukásért a pénzügyi felügyeleti szervek a felelősek, ezt már bárki kimondta volna. Amíg ez nincs kimondva, addig a 30 millió forintos kártérítés az csak ködösítés, az arra jó, hogy hűtse az ügyet. És a Szocialista Párt ehhez járult hozzá, azzal, hogy megszavazta ezt. Ki és hol fog mindenről beszélgetni holnap? A régi Corvin áruház legfelső emeletén a művelési szinten lesz egy kerekasztal beszélgetés, Lakner Zoltán politológus, Torba Tamás közgazdász, Rádi Antónia kolléganőm és én, és még valaki lesz ott, tehát hatal leszünk. Meglepetés ember? Remélem. Hánykor? Este 7-kor. Nagyon köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.